Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja. Vendégünk itt a stúdióban, dr. Csilek András, infektológus. Arról fogunk beszélgetni, hogy jön a nyár, nagyon sokan utaznak, utazunk, távol-keleti országokba is. Mi az a védőoltás, amit ön, mint infektológus azt mondja, hogy mindenképpen vegyen fel valaki, hogyha elutazik mondjuk Európán kívül? Igen, tehát alapvetően üdvözlöm a hallgatókat, alapvetően fontos, az, hogy meghatározó, hogy ki hova utazik. Tehát nyilván az illető tudja, hogy nem kell mindenhova mindenféle védőoltást felvenni, pontosan elég, hogy olyan védőoltásokat veszünk fel, ami az adó, olyan fertőző betegségek ellen véd, amik az adott országban előfordulnak. Mondok egy példát, Magyarországon ugye nagyon sok ember be van oltva mondjuk diftéria vagy tetanusz ellen, tehát nyilván akkor nem feltétlenül van szükség egy másik országba elmenni ezekre az oltásokra. Magyarországon nem kötelező a sárgaláz előoltás, azért, mert Magyarországon nincs sárgaláz, de olyan országba megyünk, ahol van sárgaláz, akkor oda azt nem, hogy érdemes felvenni, hanem sok országba kötelező utazási oltások közül gyakorlatilag a sárgaláz elleni oltás az egyetlen olyan oltás, ami annyira kötelező tud lenni egy adott országban, hogyha nem rendelkezünk az ezzel az oltást igazoló dokumentációval, akár visszafordíthatják az embert a határon vagy a vámnál. Ugye a sárgaláz oltás, vagy a sárgaláz, mint betegség is meghatározott földrészen terjed. Sárgaláz jelenleg csak Afrikában és Dél-Amerikában fordul elő, tehát csak ezekben az országokban kötelező bizonyos országban, nem minden országban kötelező a sárgázoltás, nem minden afrikai országban, de ahol ez kötelező, akkor adott esetben be se engedik az embert, hogyha nincsen meg a, ezt a sárgázoltást igazoló dokumentáció. Tehát, hogyha mit tűnik, tájföldre megyek, vagy Indiába, akkor oda nem kell sárgaláz elleni oltás, hiszen ott nem fordul elő az adott ott betegség. Mit, mit javasolnak? Na például? most Mondok példákat. Tehát ugye, nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan betegség, ami, Magyarországon is előfordul, ez csak azért nem szeretném a hallgatókra fejtni a figyelmet, és én szoktam mondani, hogyha egy adott fertőző betegség, ami Magyarországon is előfordul, elleni védelemre egy utazás ad apropót, hát akkor legyen. Például mondok egy példát, elmegyünk Indiába, ott előfordul hepatitiszá. De hogyha azt nézem, hogy Magyarországon, Borsodó, Zemplé megyében előfordul, hogy ne fordul, nem, hogy előfordul, nem van is járvány. Tíz évente most is éppen zajlik egy nem túl nagy volumenű, de zajlik egy járvány. Tehát hol az, el, mindig megszoktam szoktam kérdezni hogy ön szerint hol könnyebb elkapni a hepatitiszát? Indiába vagy Magyarországon. És hát nagyon egyszerű az Magyarországon, igen. hogy csodálkoznak. Azért Magyarországon, azért Magyarországon a héten egy évben 57-et vagyok, Indiába meg csak kettőt. Tehát nyilván itt milyen tünetei vannak? a hepatitis Hepatitiszának, Tehát A fertőző mágyadásnak általában a tünetek nagyon enyhék szoktak lenni. A enyhe ilyen láz, hasmenés, hasfájás szokott előfordulni, és ami ugye a legliátványosabb, az a sárgaság. Tehát besárgulnak a betegek, ami azért azért valljuk be egy elég rémisztő tünet. Tehát, hogy akkor az ember ilyen citromsárgára válik a bőre, azért az elég kellemetlen, ugye látványos is. Ezt és kórházban kezelik. Ugye? Általában igen, azért szokott korázi felvétel szükséges lenni, mert a magas sárgaságot eredményező anyag a felszaporodás az ember vérébe vagy agyába, akkor az akár károsodást is okozhat. Tehát ezért kerülnek be, két oka szokott lenni a korázi felteg, egyrészt, hogy megakasszuk a fel, fertőző láncot, a másik pedig, hogy, a, hogy a segítsünk a sárgaság legyőzésébe, hogy így fogalmazok hiszen ezekben a vírusoknál például hepatitiszára gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre. Védőoltás viszont van, és ezért szoktam nagyon rosszul, hogy ez nem kötelező a hepatitisz. A hepatitiszben védőoltás az kötelező, az A az nem kötelező. És szoktam mondani, hogy ha már egy indai utazást ad, apropót arra, hogy beolcsuk magunkat egy fertőző betegséggel, én nagyon örülök neki, mert nagyon fontos, hogy védett legyünk hepatitisz ára, nem csak India, hanem Magyarország miatt is. Tehát Indiában javaslom általában a hepatitisz elleni védőoltást, és például a tifuszoltás is nagyon javaslom, mert hepatitis A-val ellentétben tifusz az Magyarországon nincs, de érdemes beoltani mindenkit, aki azt szinti tifusz és hepatitis ellen oltás szinte minden országba ajánljuk, tehát ahol ez előfordul, és azt szinte mindenhol az előfordul. Az utazás előtt mennyi idővel kell beoltatni magunkat? Ez is nagyon sokat, sok mindentől függ. Az egyik kérdés ugye, hogy hány oltást kell felvenni, mert ha Fekete Afrikába utazunk, és sárgaláztól, agyhártyagyuladáson át, hepatitis hepatitis B ellen, tetanusz, gyermekbínulás, sok mindenre akarok védőoltást adni, hogy azokat lehet egy csomó mindent együtt adni, de azért igyekszünk minél jobban széthúzni, amennyiben lehetséges. Tehát érdemes erre felkészülni. A minimum idő, amikor egy védőoltást el kell az általában ilyen két hét. Tehát ha beadjuk az védőoltást, és egy oltást kell mondjuk az adott betegségre, akkor már két hét alatt védettek leszünk. Tehát hogyha hétfőn megyünk oltási tanácsra, és úgy, hogy kedden elutazunk, akkor tök mindenki, hogy mit adok be, mert ha vagy az utazó tíz napra utazik el, akkor akkor lesz védett, mire hazajön. Szintén hasznos, csak nem védi az utazás ide alatt. Tehát én azt javaslom, hogy hónapokkal előre érdemes erre készülni. Hát, hogy meddig van hatása ezeknek a védőoltásoknak? Általában azt szoktuk mondani, ez is egy ilyen ökösz, hogy olyan tíz évig van védett de például a hepatitis ellen, ha valaki megkapja szabályosan mind a két oltást, akkor gyakorlatilag a védettség lecsökkenésével már nem is kell számolni. Tehát egy életre, egy életre, egy életre. a sárgázen oltásból is egy oltás és egy életre. A mit a gyulladási, a gyulladás, a pertussis elleni védoltások, azok olyan durván tíz évre szólnak. De azért ezt nehéz, mondjuk, exaktan kiszámolni. Én azt szoktam mondani, hogy eleve már azért 89 év 90 éves emberek nem utaznak annyira, tehát, hogyha valakit mondjuk 50 évesen utazás előtt beoltunk, jó sok mindenre, akkor már mondjuk a, nem tudom, következő 30 évvel, igen, nem nagyon kell ez annyira aggódni ezek miatt a dolgok miatt. Ahogy itt beszélgetünk, az jutott eszembe, hogy önök infektológusok, minden ellenbe vannak oltva? Nem, hát felesleges lenne minden ellenbe volt lennie. Én még nem, és el szoktam az utazóknak, hogy valahogy így is vagyok, hogy ilyen jó helyekre mennek. Én például még nem voltam sárgaláz endémiás területen, tehát nekem például nincsen sárgaláz elleni oltásom. Hát találkozhat olyan beteg, valamilyen fertőzésben szenved, nem fél igen, finakul, de, hogy Nem, elmondta. mert ezek a, tehát a, a trópusi betegségek egy nagy része zónóz, és az azt jelenti, hogy nem emberről emberre terjed, hanem szúnyog terjeszti. Például a sárgalázt is, tehát ilyen nem kell félnem tőle. Le, mert annak az eső, hogy valaki sárgalászt zassan hazajön, és itt derüljön ki, megcsípje egy szúnyog, aztán meg engem csípje meg, és én elkapjam az gyakorlatilag a nullával. Nem, a szúnyogot nem hozza haza. I, ö, igen, bár már voltak ilyen leírások is, hogy berepült a szúnyog a repülőbe, és akkor mérsékelt meg kiszabadult, és akkor ott lett egy két Na beteg, egy, de ez gyakorlatilag extrém. Egy Magyarországon is. lévő szúnyog megcsíp egy sárgalászban szenvedő beteget, nem adja tovább az a szúnyog egymás. Nagyon gyorsan, minden, olyan sokáig nem fognak élni ezek a szúnyogok, hogy itt repkedjenek a világban, és akkor, hogy mondjam, problémát jelentsek, nem ezekkel nem kell reálisan számolni. Hiszen, akkor, gondoljon bele, ha így működne, akkor mindenhol lenne sárgáz, és nincs mindenhol sárgáz, holott a repülőgépek azok folyamatosan repülnek. Több országban mondják, hogy ugye ne ígyunk vizet a csapból, stb. még fogat sem mossunk a vízzel. Ez ellen van valamilyen, most nem is védőoltás, de valamilyen gyógyszer, vagy bármi más, ami mondjuk megakadályozza ezt a fajta fertőzést? Nincs. Tehát nincsen. akik egyiptom, Egyiptomban szoktam felhozni a legjobb példát, gyakorlatilag Egyiptomban mindenkinek, sok embernek megy a hasa, aki oda elmegy. Nem kell feltétlenül fertőzést elkapnom a víztől Egyiptomban, hogy menjen a hasan. Elég az, hogy más a... Tehát a vízbe is vannak baktériumok, vírusok, csak nem feltétlenül ugyanazok, mint amik Magyarországon. De nyilván... De lehet, hogy az élelemben is. Nyilván tehát, nyilván, tehát fertőzést is el lehet kapni, mindenféle fertőző ágáns terjed, de mondom, nem kell még fertőzni az sem hozzá. Ami legfontosabb, hogy azt szoktam mondani, hogy nyilván eh, vizet nem iszunk, tehát csak palackozott formába, vagy üdítőital formájába, és a, a viszkit jég, nem jéggel iszunk, hanem jég nélkül, mert amikor lef, lefagyasztják a jégkockát, az és a feloldódik, az is, feloldod, van, az ugye, is vízből igen, van, igen. Igen. vagy egy ilyen, amikor reggel zuhanyzunk, akkor nem iszunk bele a zuhany rózsából ki. ki vízbe, valaki ottan gargalizál vele, meg hasonlók, tehát nem érdemes. Gyakorlatilag hasmenéses betegségre klasszikus értelemben védőoltás nincs. Egyiptomban hogy mert ez valamilyen neve is van, Egyiptom csoda csodagyógyszer, hogy beveszik, de nem, nem működnek. Tehát ilyen értelemben nem működnek. Arra kell odafigyelni, hogy, hogy ételt csak megfelelő kezel, tehát ilyen helyeken, tehát Egyiptom, India, Tájföld, tehát utcai nevegyünk, ne vegyünk, hogyha nem muszáj. Nyilván azt gondolom, hogy négy-öt csillagos szállodák a megfelelő vízműhálózattal nem kéne, hogy probléma legyen. Mondom, hogy nem kéne, nem is szokott, de Egyiptomból ott nagyon gyakran, tehát ott nagyon gyakran jönnek haza betegek hasmenéses állapotban, azt tényleg nászutasok, meg mindenki beszámol róla, hogy ott el lehet kapni. Mert ugye szépen néz ki a hotel, meg szépen a csili a csap, csak nem tudjuk, hogy honnan jön a víz. Tehát, hogy, okay. hogy azért fejlődő egészségügyi rendszerekben bíró országokban azért ezzel nagyon nehéz védekezni. Tehát egyszerűen hogy oldjuk meg? Tehát nagyon nehéz. Szoktam mondani, hogy tényleg mindent palackozottan, csak megfelelően hőkezelten, utcai nem vásárlunk mi Magyarországon, hogy egy kicsit hazajöjjünk, hogy állunk a védőoltásokkal? Tehát az emberek uh, hogyan fogadják, ugye volt itt ez a Covid, innen is ugye mindent lehetett hallani, hogy, hogy a védőoltástól betegedett meg valaki és a többi, tehát hogy állunk mi a védőoltásokkal? Magyarországon a kötelező oltási rend, ugye a gyermek, az egy fantasztikus dolog, tehát Igen. egyrészt nagyon, hát ez egy régi vívmány, amit hoztunk magunkkal, de ez a lakosság fegyelmezettségét is dicséri, meg ugye mi is, a, gyakorlatilag a, a a hatóság és az egész rendszer is erre fel van készülve. Tehát nagyon jó az oltási rendszerünk. Ebből fakad az, hogy egy csomó el is felejtették, hogy vannak olyan betegségek, amik, már, amik nálunk már nincsenek, de még máshol vannak, ahol liberalizálták. De a TBC is egy ilyen. Igen, bár azért hozzá kell a TBC az egy nagyon nehéz kérdés, mert a TBC az morbus hungaricus, tehát hogy azért a TBC, a BCG oltás az olyan 10-15 évig véd, és csak a legsúlyosabb TBC formával szemben, de inkább felhoznám a kanyaró elleni és a rubeola, tehát a kanyarót és a rózsáim ellen meg a Kanyaró és Magyarországon nem fordul elő, mindenhol máshol a világon meg igen, mert nem sajnos sok ilyen liberalizálták az oltási rendet. Én ezért szoktam mondani, hogy az, hogy 2019-ben jött egy pandémia, jött egy új vírus, a SARS-CoV-2, és rá, nem tudom, másfél-két éven belül volt egy olyan védőoltás, ami 90%-kal fölötti hatékonysággal bír, és a több védőoltás volt, ez egy a humán fajnak a csodája, hogy így fogalmaznak ezt. Nem tudom, felállva kéne ünnepelni, mint a holdra szállást, és hát ehhez képest majdnem, hogy több volt a kételj, mint a. Mint a igen, haszon. szól, nagyon sok mindent lehetett olvasni. Igen, sajnos nagyon sok mindent igen. lehetett olvasni, és nyilván, de erre szoktam azt mondani, hogy mindig mindenből nagyon sok mindent lehetett olvasni, és a legbőszebb oltás ellenes simán beveszi azt a nem tudom, milyen gyógyszert, aminek százszor durvább mellékhatás profilja van, mint magának a védőoltást, mert attól, mert attól meg nem fél. Mondok egy pillanat, most ugye jön a malária elleni hát jön, folyamatosan próbálgat aminek ilyen 30%-os hatása van. Tehát nem túl jó. De a 100 000 maláriásból megmentünk 30 ezeret, azért Á, ez az egy, az egy óriási van. nagy é. szám, és akkor nem beszélünk arra, hogy a COVID ellen meg 90% fölött volt. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Nyilván, hogy mit hoz az jövő, azt nagyon nehéz megmondani, de én azt tudom mondani, hogy az, hogy ez a járvány úgy tűnik, hogy megszelidült tényleg, és hogy, hogy megúsztuk egy csomó, meg persze volt, aki nem úsztak, de nagyon sokan megúsztuk, ez egy nagyon nagy szerepe van a védőoltásnak, és egyszerűen nem lehet ezt. Ezért az intézkedés a fegyelmezettségnek? Nyilván, 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 de, a, de azt, az intézkedéseket nem lehet ör örökké húzni. Hát nem lehet, nem, tudom, öt évig nem lehet lockdownban élni lezárva, tehát az egy, az, egy, az, egy, az egy, akkor éppen lehet, hogy hatásos volt, mert hatásos volt, de a, de a az egyedül olyan, ami tartós megoldáshoznak hoznak ezek ellen a fertőző betegségek ellen. Még egyszer mondom, a szamárkölgést, a tetanuszt, a járványos gyermekbínulás, vagy bármelyiket, kanyarót, vagy a rózsaimlőt nézzük. Ezek azért nem kell törődnünk most Magyarországon, mert szabályos oltási rendünk van, betartunk, és ezáltal, akik nem olthatóak, mert mondjuk olyan betegségük van, védik azok, akik be vannak oltva, ezt hívjuk fészek immunitástak, amikor nyájunk, amikor védjük egymást, hogy a, olyan kisbabát, akit nem lehet beoltani valamilyen, azt a szülők úgy védik, hogy be vannak oltva mondjuk covid meg influenzára, és akkor nem viszik az a kisbabának az influenzát, mert ők be vannak oltva. Ezek nagyon fontos dolgok, sőt, tovább megyek. Nyugaton ez már egy teljesen ismert dolog, hogy a terhességre való immunológiai fel készüléstnél is van szerepük a védőoltásoknak. Tehát amikor kisbabát akarok vállalni, akkor például megnézem, hogy voltam-e bárányimlős. Ha nem emlékszik rá anyukám, hogy voltam, akkor leveszek egy, levetetek egy vét és megnézem. És ha nem voltam, akkor beoltatom magam. Mert igen, nem csak a terhesség előtt lenne ez fontos egyébként, hanem. Igen, egy felnőtt nagyon beteg, hogyha a felnőtt korban kapja el a bárányt. Egy himlőt. gyerek is nagyon beteg lehet, csak ugye szoktam mondani, hogy ha mit százer bárányimlősből csak egy lesz szövődményes, vagy hal meg, akkor, hogyha az pont az én gyerekem, akkor sose fogom magamnak megbocsátani engem. Az nem vigasztal feltétlenül, hogy az én gyerekem lett súlyos beteg, hogyha 99 99.999-nek meg aztán semmi bajom lett. És a bárányimra egy tipikus példa, ha, ha valakinek csak egy hólyagja van az egész testén, tehát egy, az a világ legenyhébb bárányhimlője, és az mondjuk mégis a homlok a közepén van egy kislánynak, és utána ott heg lesz, és egész életében a sminkelgeti, akkor szövőd, nem szövőd, de mégis kellemetlen, és akkor mennyivel jobb lett volna, ha be van oltva, és akkor nincs ebből probléma, hogy hozzá kell tenni, hogy most már bármi oltás elérhető, kötelező, úgyhogy most már ebből nem lesz probléma, mert remélhetnénk szerint el fog tűnni a bárányimlő is, hogy eltűnt a földről, vagy eltűnt nem a földről, de Magyarországról eltűntek a kanyaró és társai. Ezek a... viszont egy életre adnak, ugye? Tehát, amit gyerekkorban megkap a, a nem, az, nem, 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 teljesen, de mondjuk azt, hogy elég hosszú ideig ahhoz, hogy már talán későbbiekben ne, jelentsen problémát. Tehát később az volt, hogy gyerekek védenek minket attól, hogy ezek újra elinduljanak, ezek a fertőzőtegségek. Tehát van egy rész, ahol mi biztosítunk számukra immunitás, van, ahol ők, hiszen nem tud járvány kialakulni, ha nincsen a gyerekekben fogékony szervezet, mm. és nem tud ez a, nem tudnak a vírusok egyszerűen szaporodásnak indulni. A populációban. Tehát ez oda-vissza működik, ez a dolog. Hol mi védjük a kisbabákat, hol a kisbabák védenek minket azáltal, hogy a szülők beoltatják, és ezáltal egy ilyen immunitást alakítanak. Miért van az, hogy némelyik ember minden évben kétszer elkapja mondjuk az influenzát, és van, aki meg soha? Szerencse, meg pech egyébként ez nagyon azért, hogy mondjam, tehát ez a minden éve háromszor influenzás vagyok, abban emel szinte, hogy mondjam, nagyobb pénzösszeget mernék rátenni, tenni, abból háromból egy se az volt, vagy csak egy. Honnan lehet tudni, hogy influenzások voltunk, hiszen minden lázos betegségnél nem megyünk el és csináltatunk tesztet, vagy. Nem, lehet, tudom, ez egy nátha is hogy ne? ugye? Egy tehát, vagy hát, lehet egy el. másik, lehet, lehet kétszer, egyszer influenzás voltam, egyszer covidos, egyszer és most csak mondt, vagy echovírus. Tehát, a gyakorlatilag a Magyarországon légutivírusok teljesen hasonló tünet együttest adnak, tehát ez a magas láz, izomfájdalom, ez mindegyiknél jelentkezik. A most szer... hogy állapítja meg? Hát, na most ugye az a nagy kérdés, hogy meg kell egyáltalán állapítani. Tehát hiszen, hogyha a szövődménymentes influenzáról vagy egyéb vírusfertőzésről beszélek, akkor nem kell feltétlenül megállapítani, hiszen különösebb gyógyszeres kezelés nem szükséges rá. De vannak olyan gyors tesztek, meg lassú tesztek, hogy így fogalmazzak, amivel meg lehet állapítani azt, hogy valakinek milyen vírusfertőzése van. Egyébként, mint ahogy a COVID-ra is volt, fejlesztettek, vagy volt gyógyszer, egyébként az influenzára is van gyógyszer, és ha valakiről megállapítjuk, hogy influenzában szület, szóval súlyos influenzában, akkor van lehetőség gyógyszeres kezelés. A megállapítások általában euh, mikrobiológiai tesztekkel történnek. Említette az imént, hogy van hepatitis A járvány most is. Milyen járvány van még, anélkül, hogy ijesztgetnénk a hallgatókat? most jelenleg bárányú járvány az mindig van, úgyhogy azt mindig el lehet mondani, az folyamatosan itt cirkulál. én azt gondolom, hogy a COVID az már gyakorlatilag csak nem lecsenget, influenza már lecsenget, és a hepatitis szám. Most így más nagyon nem jut az eszembe, amilyen különösebben járványos terjedés mutatna. Ugye nagyon fontos, hogy a hasmenéses betegségek szokták mondani, hogy milyen, milyen, járvány van most. Tehát a hasmenéses betegségek nem úgy terjednek, az influenza léguti terjedéssel. Tehát felszállok a buszra, belekölök a levegőbe, sokan vagyunk, akkor elkaphatjuk salmonella, vagy a kalicivírus, ezek nem terjednek így a széklet és a hepatitis is széklet Tehát ez nagyon drámai hangzik, hogy akkor széklet került a számba, hogy ilyen, igen, ez gyakorlatilag erről szól. Hiszen amikor elmegyünk, mi az első, amit megtanítunk mindenkinek az oldal, leülünk kezet ezek. kell mosni. Ez azért van, mert meg, valaki megfogja a kilincset nem tiszta kézzel, és megfogom nem tiszta kézzel, attól még nem kapom el, hanem akkor fogom elkapni, amikor úgy eszek, például egy utcai Járustól vásárolt, nem tudom, hamburgert vagy gyrosz, hogy nem mosok kezet, és el is kaptam. Tehát, hogy, hogy székle, tehát az nem terjed azért annyira könnyen. De azért tudjuk, például a rotavírus, a kalicírus az ilyen kisgyermekek körébe gyakran terjed, de nincs, hogy egy járvány, ezek sporadikus esetek. Járvány akkor alakul ki, ezt a miskolciak jól emlékeznek, még nem olyan régen volt, 15 éve, amikor mondjuk az ivóvízbe kerül egy megcsalocik az ivóvíz. Igen. Volt már ilyen, ugye nyilván egyébként ez technika, tehát ez technikai kérdés, hogy ne kerülhessen a szennyvízbe. Az ivóvízbe. Ugye klasszikusan régen a vízjárványok mindig úgy voltak, úgy alakultak ki, hogy a fertőző ágens belekeveredett az ivóvízbe. Szerencsére azóta te, ugye fejlesztették az ivóvízszálozat, szennyvízszálozat, és azóta ez nem fordult Most elő. viszont azt mondják sokan, hogy rettentően klóros a víz, hogy ez mennyire káros a szervezetünkre. Biztosok benne, én ez nem értek, de biztosok benne, hogy nem lehet káros a szervezetünkre. Nagyon, hiszen ha nagyon káros lenne a szervezetünk, mindannyian iszunk vizet, akkor az tömeges megbetegedésekhez vezetne. Biztos vagyok benne, hogy a vízügyi szakemberek értenek ahhoz, hogy milyen technikai kérdések ahhoz, hogy egészséges legyen az a víz, amit iszunk. Déli gyümölcsökről mi a véleménye, mint infektológusnak? Ugye azt is mondják, citromnak a héját például ne fogyasszuk, ez boltokba ki van írva a citromhoz, mert hogy állítólag olyan permetszerrel szórják be, mielőtt elindul a nagy útra, ugye mondjuk Magyarországra, igen, igen. hogy állítólag az nem ehet. Érdemes ezért, ez is klasszikus, meg kell mosni a gyümölcsöket, tehát amit lehet, meg, meg kell hámozni. De le lehet mosni mindent? Nem tudom, ez is egy technikai kérdés, de nem hallottam arról, hogy tömeges megbetegedések lennek a citromhéján lévő dolgoktól. Ez csak megint tapasztalati tény, tehát nem hallottunk. Én azt gondolom, hogy biztos le lehet most, mert nem a, tényleg nem arról van szó, hogy hullanának az emberek a boltban vásárolt citromtól. Gyakorlatilag a trópusi medicina, amiről beszélünk, az egy külön szakvizsga, és azt Borsodabó zemplében az azért nyilván ritkán fordul elő trópusi betegség. Behurcolt esetek lehetségesek, de nincsen sok behurcolt eset, hogy azért minden városban legyen, aki ezzel foglalkozik. Egy külön az infektológia ráépített szakvizsga. Budapesten a Szent László kórházban trópusi osztály, meg talán Pécsen, tehát, ezzel foglalkozna nincs szükség több, ágyas, több száz ágyas osztályokra, mert hiszen nincsen annyi beteg. Tehát egy jó tanács a hallgatóknak, hogy utazás előtt mindenképpen vegyék fel a megfelelő oltásokat, lehet tájékozódni, gondolom Miskolcon is például az Erzsébet fürdő magánklinikán, ott van egy oltóközpont itt Miskolcon, illetve hát az interneten mindenki utána olvashat, hogy milyen oltás kötelező. Én nagyon szépen köszönöm dr. Cselek András infektológusnak, hogy itt volt velünk és ellátott bennünket hasznos tanács. Szívesen.